Az El Camino, vagy a kerületünkön is átfutó magyar zarándokút teljesítése egyre népszerűbbé válik. Számos vallásos vagy önmagát, Istent kereső ember vállalkozik arra, hogy testi és lelki erejét is próbára téve leküzdje a sok száz kilométert. Bán Csaba 2003-ban járta meg Szent Jakab útját Pamplónától Santiago de Compostelláig teljesítve a közel 800 kilométeres távot. A grafikusként dolgozó, magát lélekkertészként is nevező úr egy életre szóló töltést kapott az zarándok útjai során. Néhány évvel később Rumi Imre és Bognár Rudolf, a magyar zarándokút alapítói, Csabát is felkérték, hogy végigjárva a tervezett útvonalat, segítsen a magyar zarándokút pontos kialakításában, sőt, a zarándoklat logóját is ő tervezhette meg. Csaba, ön hogyan találkozott először Istennel? Hogyan emlékszik erre a pillanatra? Kaliforniában voltam, 1987-ben, és San Francisco mellett van egy természetvédelmi terület, Muir Woods, ahol mamutfenyőket védtek meg a kivágástól, és hát ilyen 6-800 éves élőlényekről beszélek végül is, amik 100-150 méter magasak. És amikor közöttük sétáltam, a jelleg olyan volt, mint egy katedrálisnak, ilyen pászásan besütött a nap, és valami elképesztő energia volt, valami csoda volt, és egyszerűen tudtam, hogy van Isten. Szóval ezt sajnos nem tudom jobban elmesélni, vagy jobban kifejteni, egyszer megérintett az érzés, hogy van. És aztán a második, szintén egy ilyen természeti élményhez kötődik. Peruban voltunk az Andokban egy hegymászó expedíción, és ott ért egy olyan élmény, hogy ültem a sátram előtt, nem tudom én, 5000 méter magasan, ment le a nap, és valami olyan színek, formák születtek ott körülöttem, hogy akkor megint csak nem hittem, hanem tudtam, hogy van Isten. Aztán viszont elkezdtem tudatosan is keresni, hogy a hétköznapokban is megtaláljam ezt az érzést, hogy ne kelljen eluutaznom, és most meg nem csak az, hogy a világ másik fele, hanem olyan spirituális helyeken, mert úgy gondolom, hogy az élet itt Budapest kellős közepén is tartogat olyan spirituális élményeket, ha van rá szívem, ha van rá szemem, hogy ugyanígy megélhetem ezt az Isten élményt tulajdonképpen. Az El Caminót 2003-ban járta végig, akkor, amikor még nem sok magyar zarándokolt a francia úton. Hogyan jött a hívás, hogy elmenjen erre a több mint 800 kilométer körüli túrára? Egy ismerősöm megvette Shirley MacLaine-nek a könyvét, akkor jelent meg magyarul a lélek utazása. Azt hiszem az El Caminón megélt élményeit öntött egy könyvbe, és felolvasott részeket ebből a könyvből, és akkor éreztem, hogy hú, ez valami nagyon izgalmas dolog, elkezdtem vele foglalkozni. Ez tavasszal volt, és sokáig vaciláltam, kell-e mennem, nem kell-e mennem, Magyarország is tele van spirituális helyekkel, sose zarándokoltam, és így tovább, és így tovább. És karácsony előtt, az év karácsony előtt egy könyvesboltban szintén rám köszönt egy könyv, aminek az El Camino az volt a címe, és akkor úgy éreztem, hogy el kéne, hogy induljak. Úgyhogy aztán megszerveztem repülőjegy, és így tovább, és májusban, ez volt 2002, tavaszán 2003, tavaszán májusban indultam én is az úton. Sokan említik, hogy csodák történnek Szent Jakab útján, már 1000 éve ugye számtalan ember meggyógyult, megváltozott az élete. Önnel történt-e csoda? Szerintem maga az út csoda. Aztán hazajöttem és rájöttem, hogy maga az élet csoda. És hogy ez a csoda, ez itt körbeveszít engem a Nagykörúton is, vagy a Városligetben, vagy bárhol. El kellett mennem ahhoz, hogy rájöjjek, hogy nem kell sehova menni, hogy az ember csodákkal találkozzon. Maga ez a beszélgetés egy csoda. Maga az emberiség egy csoda. Maga a világegyetem egy csoda. És hogyha az embernek van szeme, és leül egy harmadcseppel alatt billegő fűszál mellé, és azon abban elmerül, ott is megtalálja a csodát. Mi kell ahhoz, hogy az ember egy sikeres zarándoklatot járjon Spanyolországban ön szerint? Hogyan kell fölkészülni lélekben, fizikailag, anyagi vonatkozásokban? Mi az igazán fontos? Igazán fontos a lelki hozzáállás. Én úgy gondolom, az nagyon sok mindenen, sőt, mindenen átsegíti az ember. Én grafikusként éltem és dolgoztam abban az időben, lezártam a komputeremet, fölvettem a hátizsákomat és elindultam. Nekem az első hét vagy nagyjából 10 nap az a pokollal élt együtt. Tehát nekem olyan fizikai fájdalmaim voltak, izomláz, föltörte a sarkamat a cipő, húzta a hátamat a hátizsák, szóval csak a nyűg volt. Tényleg sokat gondolkoztam, hogy egyszerűen hazajövök, de olyan menekülés lett volna ez az egész. És amikor az ember túlesik ezen a fizikai megpróbáltatásokon, akkor kezd el igazán figyelni a környezetére, a belső hangra, az érzéseire, és
mondhatnám azt is, hogy tulajdonképpen akkor kezdődik a Camino. Legalábbis nálam akkor kezdődött a Camino. Volt-e valami olyan meglepetésszerű, váratlan esemény, amire azóta is szívesen emlékszik vissza, vagy gondolkozik azon, hogy ennek mi lehetett a jelentése, milyen szerepet tölt be az ön életében, az, ami útközben történt? Az egyik nagy hozadéka volt számomra ennek az útnak, hogy a világ minden tájáról jönnek az emberek. Tehát Japánból, Ausztráliából, Brazíliából, tényleg a világ összes csücskéből jönnek zarándokok. És amikor leülök velük beszélgetni egy ebéd mellett, egy vacsora mellett, egy pohár vörösbor mellett, rájövök, hogy ugyanolyan emberek, mint én. Az, hogy más nyelvet beszélünk, hogy esetleg másabb őszélünk, valójában semmit nem jelent. Mindegyik ugyanúgy szeret, vagy szenved, vagy örül, vagy bánatos. Hasonló okok okozzák ugyanezeket az érzéseket az emberekbe. És azt láttam, hogy tényleg olyan, mint egy virágos rét ez a világ, hogy egy földből lövünk ki mindannyian. Lehet, hogy különbözőek vagyunk, de csak a felszínen, a valóságban nagyon-nagyon hasonlóak vagyunk. És biztos, úgy jöttem haza, hogy megismerve ezt a sok embert, ezt a hihetetlen színes világot, emberi világot, most elsősorban rá gondolok, arra gondoltam, hogy ezeket az embereket például biztos nem lehet rávenni arra, hogy most azért menjenek el egy másik országba embereket ölni, mert azok más nyelven beszélnek, más vallásúak, vagy más bőrszínnel áldotta meg őket az Isten. Beszéltem egy spanyol hölgyel, azt mondta, hogy az El Camino az út. Kicsit úgy értelmezzem, mint a taót. Tehát ez az az út, ami mindent magába foglal. Az az út, amiről azt mondják, hogy a tejútföldi leképzése, hogy egy hónap alatt egy életutat lehet bejárni. És ugye beszéltem sok száz magyar kaminóssal, akik végigjárták az utat, és mindegyik azt mondta, hogy azt kapta, amire igazán szüksége volt. Ott kapott segítséget, ahol leginkább változnia kellett az életébe, és ez ettől olyan ez az út, hogy nem mondja meg senki, hogy mit csinálj, hova menj, mikor menj, miért menj, és mégis mindig megtalálod azokat a meglepetéseket, azokat a csodákat, azokat a kincseket, amire személyesen szüksége van annak az arándoknak. A magyar zarándok úttal ön hogyan ismerkedett meg, mikor találkozott először, mikor hallott rólam? Hát körülbelül olyan 5 évvel ezelőtt találkoztam, úgyhogy a két alapító tag szintén végigjárták a Caminót, és ők kerestek meg, hogy egyfajta próbazarándokként végigjárjam ezt az utat, amikor még igazán nem volt kijelölve. Ez minek tudható be ez a megkeresés, tehát hogy önt a Caminóról ismerték, mint híres zarándokot, vagy egy korábbi barátság kapcsolat volt önök között? Hát ez enyhe túlzás, hogy híres zarándok. A lényeg az, hogy volt egy ilyen zarándok konferencia, ahol megismerkedtünk, ahol elég sok magyar zarándok út, legalábbis akkor még ilyen szinte csíra szinten indult, és ott találkoztunk ezekkel az emberek, illetve ezzel a két emberrel, és ők aztán egy évvel később kértek meg, hogy járjam végig ezt az utat. Mi volt a zarándok út létrehozásának igazából a célja? Tehát egy magyar kaminót akartak teremteni az alapítók, vagy egészen más elvek vezérelték őket? Én úgy tudom, de hát igazából ők lennének az autentikusak erre a válaszra. Én úgy tudom, hogy mivel mind a kettő végigjárta, ráébredtek, hogy mennyi mindent ad egy zarándok út egy zarándoknak. Úgy gondolták, hogy nem biztos, hogy ki kell menni ezért Spanyolországban, nem biztos, hogy kell 2000 kilométert utazni azért, hogy az ember zarándokolhasson egy jót. Rájöttek, hogy Magyarország is szép, tele van spirituális helyekkel, különböző kegyhelyekkel. Tehát ha ezeket a pontokat összekötik, ugyanúgy kialakulhat egy zarándok út, ami éppen olyan spirituális élményt ad a zarándoknak, mint mondjuk a spanyol. Ha jól tudom, akkor egy húzamba 2 hét alatt járta végig a magyar zarándok utat. Igen, gyakorlatilag így volt. Elindultam Esztergomból, és 2 hét 14 nap alatt jutottam le Mária Gyűdre Pécs alá. Akkor még nem volt kijelölve az út, nem voltak igazából a szállások sem olyan szinten, mint ahogy most vannak. Milyen élményekkel érkezett meg Mária Gyűdre, és milyen volt átkelni itt Budapesten, Újbudán? Ez egy összetett kérdés. Nagyon jó volt, nagyon nagyszerű érzés volt megérkezni Mária Gyűdre.
Fantasztikusan szép az út, tehát komolyan mondom, egy élmény volt végigjárni ezt a két hetet. Magyarország egyébként is gyönyörű, úgyhogy tényleg nagyon szép tájakon megy végig az út. Budapest, hát itt éltem több mint 50 évet, úgyhogy olyan sok újdonságot nem adott, bár zarándóként még soha nem keltem át rajta, inkább csak busszal meg villamossal. Ön az El Camino után járta végig, mégis lehet talán azoknak tanácsolni, akik szeretnének zarándokolni, vagy ki szeretnék próbálni a zarándoklatot is, hogy talán ez egy jobb felkészülési lehetőség, hiszen rövidebb, itthon van, nem kell elutazni, ha fel kell adni, akkor talán nem olyan bonyolult feladni. Ön hogyan látja ezt? Ez tökéletesen így van, abszolút így van. Tehát aki sokan attól félnek, hogy nem beszélek nyelvet, főleg egy kicsit idősebb korosztály, mi lesz velem odakint? Itt nincsenek nyelvi problémák. Ha tényleg valamilyen, ne adj Isten, baleset történik, itt a távolsági busz föl lehet ülni, haza lehet menni. Vagy ha ne adj Isten, orvoshoz kell menni, akkor is el tudom kényelmesen mondani, hogy mi a problémám. Két hét, pont belefér egy normális nyári vakációban, vagy egy tavaszi vakációban. Ugye a Camino az minimum 4, vagy inkább 5 hét, tehát oda sokkal nehezebb elszakadni egy dolgozó embernek például a fokáért. Magyarországon ma úgy önmagában az emberek többségének nem könnyű élni. És ahhoz, hogy egyfajta kiutat, egyfajta megértést, egyfajta új lehetőséget találjak, érdemes mindenkinek önmagában néznie, mert hihetetlen kincsek vannak önmagunkban, a lelkünkben, a szívünkben. És egy zarándokút tökéletesen jó arra, hogy ezeket a kincseket megleljük. Tehát az, hogy most ismert emberek, vagy úgymond ismeretlen emberek indulnak el ezen az úton, mindenképpen egy áldás, mert az a plusz, amit felfedeznek önmagukban, és ezt megosztják a környezetükkel, a világukkal, én úgy érzem, hogy globális szinten is, vagy akár csak Magyarország szintjén is egy picit emel valahol azon az érzésen, azon az életfelfogáson, ami most per pillanat inkább Magyarországra jellemző, vagy talán az egész világra. Az, hogy most ön itt áll az Új Buda Televízió kamerája és mikrofonja előtt, ez azt bizonyítja, hogy az ön számára is fontos, hogy ezt megossza. Gondolom máskor, más fórumokon is megtette ezt. Meséljen az ezzel kapcsolatos élményeiről. Csak pozitívat tudok mondani. Tehát akárhol beszéltem, Szegeden, újságban nyilatkoztam, a Kossuth Rádióban beszéltem, bárhol, mindenhol pozitív visszajelzés volt. Az embereknek én azt látom, hogy igénye. Igénye, hogy felfedezzék ezt a belső világot. Kicsit kifele fordulva élünk, kicsit kifelé tekintünk, holott belül mondom, nagyon nagy kincsek vannak, és én úgy gondolom, ha ezek a kincsek a napvilágra kerülnek, akkor sokkal gazdagabb lesz mindenki egyénileg is, és nemzetszinten is gyakorlatilag. És úgy gondolom, hogy Magyarországnak egészen komoly és nagyon mély spirituális hagyományai vannak. Én mélyen hiszem, hogy nagyon könnyű ezeket a spirituális hagyományokat előszedni. Ha csak a anyanyelvünkre gondolunk, tele van csodával, és ha csak ezt figyeljük egy picit, már is ott kopogtatunk azon az ajtón, ami már csak be kell lépnünk majd. Én azért indulok el, hogy mondjuk Istennel találkozzam. Azért indulok el, hogy az önmagam belső értékeit felfedezzem. Egy turista nem biztos, hogy ezért indul elő, elindul a jó levegőért, a szép tájért, a jó környezetért, úgyhogy valójában nem tudom. De én azt hiszem, hogy alapvetően a lelkület, a lelki hozzáállása más egy turistának és más egy zarándoknak. Báncsabánál hogyan zajlik a zarándoklat közben történő Istennel való találkozás? Egyre nehezebb kérdéseket kapok. Hogyan zajlik? Hát én azt hiszem, hogy nem lehet ezt így egy ilyen egy mondatban, vagy valamiféle sablonszerűen összefoglalni. Én úgy gondolom, hogy igazából Istent megtalálni az azt jelenti, hogy meg kéne élni a pillanatot. Elfogadni azt a valóságot, ami éppen körbevesz, és megtalálni benne a szépet, a csodát. És nem egy ilyen divatos szóval élve, egós hozzáállással szelektálják, hogy ez tetszik, ez nem tetszik. Rá kéne ébredni, hogy minden belőle fakad. Minden formája, minden megnyilvánulása ő, azaz én, hiszen én is egy része vagyok ennek az Istennek nevezett, megnevezhetetlen csodának, és az emberek sikerül ebbe a pillanatba belemerülnie, akkor azt mondhatja, hogy sikerült hazaérnem.